12 napi rend keretében zajlott a mai közgyűlés. Alapvetően az új Bábolna Élelmiszeripari RT alapításának jóváhagyására, majd az új élelmiszeripari RT-be való eszközök és üzletrészeknek az aportálásáról. Konkrétan a Pannonbaromfi, az ESZKA, a Takipar és a BBF-nek az üzletrészeit aportáltuk, valamint a hűtőházat és a továbbfeldolgozáshoz szükséges eszközök, alapanyagok aportjáról, valamint 500 millió forint készpénz aportjáról volt szó. Ez az egyik része, valamint most már két bábolna van, van az új bábolna és van a régi bábolna. A régi bábolnában pedig jóvá hagyta a közgyűlés, hogy a Békéscsaba és Kecskeméti vágóhidakat meghirdessük és pályázaton értékesítsük, vagy bérbe adjuk. A bírálati szempontok a következők. 30 pontot kap a vételár, 30 pontot a dolgozók továbbfoglalkoztatás, 40 pontot az integráció fenntartása. Ebből egyértelműen látszik a kormányzati szándék az, hogy esélyt teremtsen arra, hogyha van és befektető, vagy van vállalkozó, akkor minden lehetséges eszközt megkapjon arra, hogy a termelést fönt tudja tartani, és ezáltal a dolgozók foglalkoztatását is biztosítani tudja. Eladja a Bábolna RT a gyógyfürdő Kft-jét a vagyonkezelő Kft-nek, agrárvagyonkezelő Kft-nek, a APVRT tulajdonában lévő vagyonkezelő Kft-nek, de vagyonkezelésre a Bábolna RT ezt visszakapja, és a gyógyfürdő projekt semmilyen formában nem sérül. Az, hogy a broiler ágazat bekerült a BBF-be, ez munkaerőmozgással jár együtt, ez egy leépüléssel, a másik oldalon pedig az, hogy reméljük a fürdőprojekt beindul, ez pedig munkahelyek teremtésével jár együtt.